Olyan értékes győzelmet arattunk, nem az életünk legjobb mérkőzését játszottuk, de nagyon hasznos számunkra ez a 2-1-es győzelem. Talán 20 olyan perc volt, amikor ritmust tudtunk váltani, akkor tudtunk gólokat is szerezni. Alapvetően bátortalanabból játszottunk, mint szoktunk. A jövőben sokkal bátrabban kell játszanunk, és akkor sokkal eredményesebben fogunk tudni lenni. Én nagyon gratulálok a csapatnak, mert még egyszer mondom, ez egy nagyon értékes győzelem volt. Először is gratulálni szeretnék a Bánk csapatának az újabb győzelméhez. Esély ide, esély oda. Szerettük volna a papírformát bontani ma, sajnos nem sikerült, ezért igazándiból az egyik szemem sír a másik nevet, mert jól tartottuk magunkat, meg volt a futballunk, jól játszottunk, nagyot küzdött a csapat, jók voltak a labdakihozatalaink, meg voltak a veszélyes kontráink, lehetőségeink, igaz labdabirtokba felülmúlt minket az ellenfél, de hát ez az edzettségi állapotuknak nagyban köszönhető, ugye, és ezáltal ugye sok erőnk ment el arra, hogy visszaszerezzük a labdát, de úgy gondolom, hogy ennek ellenére egy nagyon jó mérkőzést játszottunk egy jó csapat ellen, tehát megérdemli a dicséretet mindkét csapat, de még egyszer mondom, hogy benn levegőben lógott a meglepetés, még ha tényleg több helyzete is volt a Bánknak. Volt a második fél időben egy 10 perces periódus, amikor kaptuk a két gólt, és ott éreztem egy kis rövid zárlatot, de a csapat erejét mutatja, hogy még utána is fel tudott állni, és az utolsó pillanatokig úgymond veszélyesen rohomoztunk, és beleálltunk a mérkőzésbe. Gratulálok mindkét csapatnak tényleg ehhez a színvonalas mérkőzéshez.